A 2015-ben alakult Nagymányoki Székelykör Egyesület idén negyedik alkalommal rendezte meg a Pityóka Fesztivált. A találkozók alkalmat teremtenek a Bukovinából származó székelyeknek, hogy kicsit otthon érezzék magukat a nagy családjuk körében. A pityóka, más néven burgonya, az egyik legsokoldalúbb zöldség, melyet napi szinten a legtöbb háztartásban felhasználnak. 16 féle pityókás ételt készítettek a civil szervezetek, egyesületek, családok, illetve baráti társaságok a Nagymányoki Közművelődési Központnál. A pityóka, vagy krumpli, vagy burgonya nagyon sok európai népnek az egyik legfontosabb eledele. Ez a székelyeknél sem volt, és most sincsen másképpen. Számos ételünknek ez az egyik alapanyaga, és azért jó volt látni azt, hogy a főzőversenyen milyen sokan vettek részt, illetve 16 féle ételt készítettek el, úgyhogy a zsűri nagyon nehéz helyzetben van. Ez is egy közösségteremtő erő, hogy most éppen a pityóka, a krumpli köré szerveződött az a mondhatjuk azt, fesztivál, ami a környékben élő bukovinai székelyeket évről évre most már összefogja. Negyedik alkalommal rendezték meg ezt a fesztivált itt Nagymányokon. Látjuk azt, hogy a több mint 200 ember, közel 250 ember nagyon jól érzi magát, és ez a legfontosabb. A főszervező 5 éve került a Nagymányoki Székelykör Egyesülethez. Ugye a krumplis ételekről szól, és az mindig volt a székelyeknél. Megtermelték, télire eltették, hozzáférhető volt egész évben, és hát olcsó volt. Egyszerű ételeket könnyen, hamar el lehetett készíteni belőlük, és ezért számtalanféle formája van. Édes, sós, főétel, köret, édesség. Ma is láthattuk, hogy 16 féle ételt készítettek, úgyhogy ebből van a hagyományos krumplipaprikástól kezdve, krumpli tokány, krumplis sütemények, tócsni, tehát minden nagyon széles körben látható, hogy miket tudnak elkészíteni. A Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete második alkalommal vett részt a fesztiválon. Idén 4 féle étellel készültek a főzőversenyre. Sokszor krumplin is múlik, hogy milyen nyersanyagot vesz az ember, de nagy örömmel készültünk. Hála Istennek ismételten itt tudunk lenni, és ez nagy dolog, hogy ebbe a korba már, hogy még bírjuk. Teveli Székelykör már több alkalommal képviseltette magát a rendezvényen. Ezúttal 20 fővel jelentek meg Nagymányokon. Tejfölös pityóka levessel és pityókás fánkkal neveztek a versenyre. Mind a két ételünket megmérettük, még nem tudjuk, mi az eredmény, de én úgy gondolom, hogy a részvétel a fontos, meg az eddig kóstolt ételek mind megütötték a mércet, mindegyik nagyon finom. Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke idén először ült a zsűri székben. Gondolom, hogy mindenkinek élményt ad, és minden évben én úgy látom, hogy egyfajta fejlődésen megy át. Tehát motivál valószínű arra, és ez a, talán az egésznek a lényege, hogy megismerjék, újra érdeklődjenek ez iránt. És hát nem utolsó sorban, ami nagyon fontos, ugye, hogy a közösség együtt van, és hasonló gondolkodásban élményeket megbeszélve. Azt hiszem, hogy egy ilyen kötetlen nap, az magáért beszél. A fesztiválon évről évre egyre többen vesznek részt. Idén 260 főre terítettek. A főzőversenyt a Kisdorogi Székelykör nyerte meg. A főzés mellett a szervezők 9 fellépőből álló kulturális programot állítottak össze. Fellépett a Kismányoki Apró Népek, Teveli Székelykör népdalosai, Hajdina Néptánc és Kulturális Egyesület, Vaskuti Székelyek Egyesülete, Nagymányoki Székelykör népdalköre, Bakó Leventel Mesemondó, Dombovári Székelykör Csiporka gyermektáncsoportja. Később pedig Csiszer Éva vezetésével táncház, ahol a Bohaj zenekar muzsikált. Évről évre szükség van az ilyen rendezvényekre, ahol az ismerős hangok, arcok, képek elrepítik az ide látogatókat Bukovinába.